Áldás, békesség, kedves testvérek! A karácsony utáni első vasárnapon azt mondja a szeretett apostola János, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük fennállva a 118. Zsoltárunknak az első és második verseit. 118. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Adjatok hálákat az Úrnak! Foglaljuk el helyünket, és dicsérjük Isten tovább a 305. énekünkkel. A 305. énekünknek mind a négy versét énekeljük el. Ez a szép énekünk így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az evangéliumot ezen a vasárnapon is. A Lukács evangélium a második fejezetében, a 15-től 20-ig terjedő versekben. Az igerészt leülve hallgassa meg a gyülekezet, és az imádság alatt is maradjunk ülve. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és látottak, ahogyan ő megüzente nekik. Köszönöm, Uram, hogy most itt lehetünk mind. És kérlek, Uram, Te legyél azokkal is, akik most nem lehetnek itt. Köszönöm, Uram, az ünnepeket. Köszönöm, hogyha tudtunk rád figyelni. És hogyha ez nem sikerült, akkor most elcsendesedve nézhessünk magunkba, és megérthessük a karácsony üzenetét. Azt, hogy Te elküldted az egyszülött fiadat, a mi megváltunkat, az Úr Jézus Krisztust. Kérlek, Uram, hogy Te legyél most velünk. Amen. Amen. Ige hirdetésre készülve a 231. énekünknek az első és második verseit énekeljük. 231. énekünk első és második verseit fennállva énekeljük. A Te Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem. Ige hirdetésem alapigéje írva található a már olvasott részben, a Lukács evangélium a második fejezetében a 15. verset emelném ki. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet! Az imént hallottuk a karácsonyi történetnek a befejező részét, amit Regina olvasott nekünk. Rengetegszer hallott történet, és az ember mindig elcsodálkozik, hogy minden évben, amikor felhangzik ez az evangélium, valami mindig kifényesedik benne. Nos, ezt próbáljuk ezen a mai vasárnapon, amely az első vasárnap a szent ünnepek után, karácsony után, hogy mi az, ami új lehet. Legyen szó az angyalokról. Az angyal a görög szó szerint azt jelenti, hogy küldött hírnök, egy olyan valaki, aki az Istennek az üzenetét közvetíti egy embernek, vagy az Isten választott népének. Mindig mond valami jó hírt, és ez az angyal nem csak az Istennek az üzenetét közvetíti az ember felé, hanem védelmet is ad. Nos, bárkik is legyenek ezek az angyalok, leggyakrabban két dolgot mondanak, hogyha valakinek megjelennek a Bibliában. Lukács evangélista is két dolgot jegyzett fel a születés történetben. És ha visszaemlékszünk az evangéliumra, nem csak Lukácsnál, hanem Máténál is megjelennek, ott vannak még keresztelő János születésének a megjövendülésekor is. És ezek az angyalok a pásztoroknak két dolgot mondanak el, amit mindig el szoktak mondani. Az első az, hogy ne féljetek. Nyilván azok az emberek, akiknek megjelentek, nagyon megijedhettek, hogy mi történik itt. Ki az, aki nekünk megjelenik? És akkor ezek az angyalok ezt mondják először, hogy ne féljetek. Minden okotok meg lenne arra, hogy félelem töltsön el benneteket, és ezért az én első szavam hozzátok az, hogy ne féljetek. Aztán utána a másik, hogy lássátok. És ez felszólító módban van. Lássátok meg, nézzétek meg, hogy ezek az angyalok valamire nagyon fel akarják hívni a figyelmet, és hogyha az ember az új szövetség nyelvén hallja, akkor ez egy kicsit gazdagabb jelentésű szó, mert nem azt mondja, hogy csak úgy nézzétek meg, ami ott előttetek van, hanem azt jelenti, hogy lássatok mögé is annak a dolognak, ami előttetek van. Hogy lássatok túl a dolgokon. Most bárhogyan is fordítjuk ezt az evangéliumi szót, a jelentése az nagyon világos. Most visszatekintve az ünnepekre, azt mondhatnám, hogy a karácsony az elsősorban egy olyan ünnep, ami vitathatatlanul az érzékszerveinkre ható ünnep. Hogy valami körüllengi.
többnyire ott van egy finom illat. Ott van az otthonunkban a fenyőfa, érezzük a fenyőnek a drága illatát, aztán készülünk az ünnepi ételre, az ételek, az italok szaba betölti a hajlékunkat. És ó, milyen finom ilyenkor karácsony táján, amikor a levegőben ott leng a fahéjnak is az illata. Aztán sokszor egy kicsit sok. És néha az ember meg is csömörlik tőle. Aztán meg olyan hangos is szokott lenni. Vagy ott vannak a fények, a villózó fények. A világ nagyvárosai ilyenkor fényárban úsznak. És hogyha van egy gazdagabb, kisebb település, azok is kivilágítják a fő utcát. Na hát ilyennek képzeljük a karácsonyt. És ilyenné tesszük. És hadd mondjam azt, hogy nincs vele semmi baj. Egy rendjén való dolog. Mert készülünk az ünnepre, szépé akarjuk tenni, hiszen a testet öltésről van szó, és ez mind-mind-mind hozzá tartozik. Mert nem kevesebb ez az ünnep, mint annak a kinyilvánítása, hogy az Isten eljött közzénk, ahogy János apostol mondja, hogy az ige az testté lett. Hogy minden karácsonyban a menny az leszáll a földre. Hogy az Isten ott akar lenni minden emberi kontextusban. Ahogy mondani szoktuk, hogy az Isten közel jön hozzánk. Hogy valamit érzékelünk a bensőnkben, abban a csendes pillanatban, amikor a szeretteinkkel együtt szenteste megállunk, és ott vagyunk a fenyőfánál, vagy egy feldíszített gajnál. És nagyon sok helyen megszólal a csodálatos zene is, hogy felfoghatóvá válik az, ami sokszor olyan felfoghatatlan. Hogy egyszerűen érzékelhető lesz a szeretet. Hogy kitapintható abban a világban, amiben élünk. De valamit itt csendesen mégis el kell mondani. Fontosak ezek a külsőségek, mert ezek a jóságnak a tapintható dolgai. A testet öltésnek a vele járói. Csak valahogy egy kicsit mégis ellenmondásosak tudnak lenni. Hogy az életnek ezek a földi hozzátartozói, amik egyáltalán nem rosszak, azok mégis a hatalmukba tudnak keríteni. Hogy ezek a külső dolgok könnyen maguk alá gyűrik az életet. Hogy minden pillanatban elő tudnak jönni a maguk követelésével. Az adventre, a karácsony várására rátelepszik egy üzleti szellem. A konzumizmus. Az egész világ lassan konzumás irányú. Miért maradna belőle pont ki az advent? És a dolgoknak az iróniája az, hogy a fogyasztó az fogyasztottá lesz. Hogy nem mi akarjuk már a földi jó dolgokat magunkévá tenni, hanem azok tesznek minket magunkévá. Az embert karácsony előtt mindig gyötri a dolog, mi lenne az az ajándék,
amit még meg kéne venni, amit oda kéne adni a szeretteinknek. Nálunk, és gondolom minden családban, nagyon sok családban, ez az asszonyoknak, a feleségeknek, a nőknek a dolga szokott lenni. Finomabbak, jobban tudják, hogy kinek mire van szüksége. Nálunk is a felesége mindig jó előre beszerezte ezeket a dolgokat. Az ünnepi forgalomban már nem akart menni ezekbe a nagy plázákba. De aztán valahogy egyszer valaki kimaradt, és azt mondta, hogy menjünk el, keressünk még valamit. Emlékszem, egy fagyos, hideg, téli nap volt. A plázában minden csillogott, és kerestük azt az egy hiányzó valamit. Aztán a feleségem azt mondta, bölcsasszony volt, mindig fején találta a szöget. Nincs itt semmi ezen a helyen, amire az embernek igazán szüksége lenne, amire meg szüksége lenne, az meg nincs itt. Igen. Van egy orvosi kifejezés, egy orvosi koncepció által kifejlesztett fogalom, azt mondja, hogy a sürgősségi ellátás, az elsőbbségadás. A fogalom eredete a harctérről jön, meg katasztrófa helyzetekből. Tehát kórházakban van külön sürgősségi osztály. Az orvosok, a nővérek, a betegápolók látni akarják, hogy melyik betegnek van a legsürgősebb ellátásra szüksége. Egy olyan helyzetben, amikor az emberi erőforrás és a gyógyszerkapacitás az véges. Sürgősség. A harcmezőn a dokinak látni kell, hogy ki a legsúlyosabb sérült. Kik azok, akik még egy kicsit várhatnak? Sürgősség. Külön képzett orvosok, nővérek látják el a szenvedőket. Nem könnyű a feladat, amikor olyan sok a fájdalomtól elgyötört ember. Azt mondják, sürgősség. Miért mondtam ezt el? Azért, mert a valóság az, hogy az életben is nagyon sok sürgősségi esettel találkozunk. Hogy ott van egy családban a gyász, amikor nagyon sokaknak úgy kellett ünnepelni a szép karácsonyt, hogy valaki már előre ment. Aztán ott van a gyógyíthatatlan betegség. Megmondjuk-e a betegnek, hogy már nem sok van hátra? Aztán rettenetes dolog az, amikor így különösen az ünnepekben hosszú évek után emberek elválnak. Vagy ott van a csalódás, akiben hittem és bíztam, az rútul becsapott. Vagy megérkezik az üzenet,
hogy holnap már ne jöjjön be a munkahelyére. Ó, de jó lenne segíteni. Legalább így az ünnepekben. És a forrásaink, azok nagyon-nagyon behatároltak. Mennyi időnk van ebben a rohanó világban a másikra? Egy kimerítő nap után tudunk-e még figyelni a másikra? Egy férj vagy egy feleség hazamegy este. Tud-e még figyelni az élete párjára? Marad még egy kis energiánk? Hogy de jó lenne még egy kicsit több pénz, hiszen segíteni kéne a gyerekeket. Nos, meg tudjuk látni, hogy mi a legfontosabb? Észre tudjuk venni, hogy mi a sürgős? A karácsony az egy évenként visszatérő lehetőség, hogy mire lenne legjobban szükség ebben az életben. Az ünnep az újra egy lehetőséget kínál, hogy valaminek adjak valami fajta elsőséget. Hogy mik lennének mégis azok a dolgok, amelyek jó irányba tudnák fordítani az életemet. Hogy lássam világosan, hogy mi ad értelmet és értéket a mindennapi életnek. Elmondok egy megható esetet, ami hosszú lelkészi szolgálatom után maradt bennem. Ez az eset egy karácsony estének a története, és arról szól, hogy lássuk azt, mi a legfontosabb. Nos, karácsony este volt, és ottól szolgáltam a skót misszióban. Az Isten tisztelet után mindig úrvacsora osztás is volt. Ott úgy történik az úrvacsora osztás, hogy a lelkész adja a szent jegyeket a presbitereknek, és a presbiterek adják tovább a híveknek. No, az ünnepi készülődésben mindig izgalom van. Minden rendben legyen. Hogyan fogadják a prédikációt, stb. Szóval van egy kis pánik. Ez egy szent pánik. Regina is nagyon sokat izgult, hogy felolvassa a pásztorok történetét. Nos, azon a karácsony este, emlékszem, valahogy kevesebb presbiter volt. És akkor belém hasított, hogy kit kérjek meg, hogy segítsen. Aztán ott volt egy kedves öreg ember, a Sári úr. Na, majd őt megkérem. De nem gondoltam át teljesen az egész dolgot. Már a prédikáció közben belém hasított. Nem lesz ebből baj, hogy őt kértem meg, mert nem lát rendesen. És ment minden rendben, szépen, addig, amíg egy öreg házaspár jött az úrvacsorai kenyérért. Az asszony az vak volt, és nem látta a kenyérosztó tányért. Kinyújtotta a kezét, de szegénykém csak a sötétben tapogatózott. Aztán kicsit hátrább, mögötte jött a férje, az segített neki,
hogy meg tudja fogni a kenyeret, és venni tudja az Úr megtört testét. Most is emlékszem, nagyon kínos pillanat volt. Hogy mindig izgalom, hogy nehogy valami történjen a szent jegyekkel. El nem tudjátok hinni, hogy mit jelent egy úrvacsorát végig csinálni, hogy le ne essen az a szent kenyér a templom padlójára. És ki ne löttyenjen az a szent bor. Nos, az istentisztelet végén a házas pár oda ment az orgonistához, aki a barátjuk volt, és boldog ünnepet kívántak neki. És egyszer csak a csendben, az üres templomban azt hallották, hogy valaki hátul csendesen sír. Hát ez az öreg Sári úr volt. A házas pár, a vakasszony oda mentek hozzá, és leültek mellé. Az asszony a kezébe vette Sári úrnak a kezét, és azt mondta, ne bánkódjon. Csak valahogy ezek a sokszor rutinszerűen elmondott szavak, ezek élettel teltek meg. És az asszony még azt is hozzátette, Sári úr, mi tudjuk, hogy mi volt most a lényeg az úrvacsorában. És ez a legfontosabb. Mi volt a lényeg? Azt mondta az angyal, lássátok, nézzétek meg. Jó hírt mondok nektek. Megszületett a megváltó a Dávid városába. Menjetek el! Nézzétek meg! És ez az örömhír hangzott el az első karácsonyon, és ez hangzik 2000 éve. Egy angyali üdvözletnek a nyelvezete, amit pontatlanul így is lehet fordítani, hogy lássátok meg, nézzétek meg. De amit mondani akarok, amit manapság úgy sokat szoktunk használni. A lényeg a lényeg. Lássátok a lényeget. Hogy mentek tovább a karácsonyba? Hogyha a Teremtő ennyire szeretett bennünket, aminél többet nem lehet, nagyobbat nem lehet mondani, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Akkor ez jelentse azt, hogy szeressük mi is egymást. Feltétel nélkül. Mindjárt énekelni fogjuk. Sionnak az énekét. Menj el. Légy örömmondó békekövet. Hirdest, hogy a szabadító elközelgetett. Az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy szeretetből teremtetted ezt a világot, és nekünk is életet adtál. Mindezt megismerhetjük. És annyira szeretted ezt a világot, hogy a te egyetlen egyedet adtad érte, akit elküldtél erre a földre. Kérünk, segíts nekünk abban,
hogy megértsük a te evangéliumodat. Hogy felismerjük a te fiadat, hogy valóban ő, ami megváltunk. Köszönjük, hogy hitet adtál nekünk, megtöltötted a szívünket, hogy szeressük a másik embert. Segíts nekünk, hogy naponta tudjunk növekedni ebben a hitben és ebben a szeretetben. Légy velünk a te szent lelkeddel, hogy mindig fel tudjuk ismerni, hogy mik azok a sürgős esetek, ahol nekünk tényleg segíteni kell. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy azt a segítséget meg is tudjuk csinálni. Kérünk, így légy a mindennapjainkban, amikor tovább megyünk. Fiad nevében kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 294. énekünket, a 294. énekünket, Jézus vigasságom. Thank you.
Jó szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy holnap hétfőn este 6 órakor meg lesz a gyülekezet szokásos bibliórája itt a gyülekezeti teremben este 6 órakor. Óév napján este 6 órakor hálaadó istentisztelet lesz, majd új év első napján 10 órakor istentisztelet az új év köszöntésére. Felhívom szeretettel a figyelmet a gyülekezet lapjára is, ami a kijáratnál kapható vagy kézbe vehető, ez a hálaadás újság, úgyhogy jó szívvel ajánljuk a testvéreknek. Befejezésül zengjen az ének, a 397. Ó Sion, ébredj, ahogy szoktuk, az első 4 verset a helyünkön énekeljük, majd a befejező verset, az 5. pedig fennállva. 397. ének, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Vegyük az áldást, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mi velünk, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, testvérek!